Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349 című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy általam igen nagyra tartott és általam igen tisztelt művész, színművész, Körmendi János. Fogadják szeretettel. Jó estét kívánok! Hogy méltóztatik lenni? Köszönöm kérdését, kiválóan. Mitől ez a kiválóság? Így születtem. Nem, nincs a sok okom, olyan jól legyek, de magamtól jól vagyok. Ez jellemző rendszeresen, éjjel-nappal? Szinte mondhatom. Ez az örök optimizmus? Igen, kérlek szépen, szinte mondhatom, hogy jellemző. Ez szokott lenni nekem is minden épeszű embernek olyan depressziósabb szakasza, életszaka, de aztán ez egy pillanatig tart, aztán átadja a helyét a derűnek, az optimizmusnak. Én bevallom férfiasan, én elolvastam egy-két apróságot, színész lexikon, meg egyebeket, és abból döbbentem rá, hogy 1951-ben végezte a színművészeti főiskolát. Igen. És onnan 1988-ig a Madách Színház tagja volt. Ön egy hűséges típus? Nagyon, 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 nagyon hűséges vagyok. Nem az intézményekhez, a magamhoz, a magam elgondolásaihoz és vágyaihoz. Szívesen voltam ott, és nagyon jól éreztem magamat. Aztán végül el kellett jönnöm, tudod, mert pardon, hogy tegezésre fordult a nyelven. Megtisztelő. Ez úgy van, hogy sajnos kezdett az a társulat, hogy is mondjam, nem felbomlani, mint intézmény, ragyogóan működik ma is, hanem magyarán szólva elfogytak, elhunytak azok a kollégák, akik miatt érdemes volt ott lenni. Én úgy hallottam kollégáitól, hogy önnek igazán nagy barát, volt egy-két igazán nagy barátja, hogy így fogalmazok, Márkus Laci például. Igen, bizony. Szegény Laci, de hát a Pécsi Sany, hogy ne gyenge Árpi, Szénási, szóval hát tudnék sorolni még hozzám igen közel álló nagyszerű művészeket. Tehát ezek már nincsenek. A főiskolás évek alatt voltak olyan kollégák, vagy olyan tanárok, akik önben mély nyomot hagytak? Igen. Igen, kérlek szépen, voltak olyan tanárok, mindenek előtt Lehotay Árpád az első, mondjuk tanárom, vezetőm, aztán Ladányi Ferenc, akiről nem tudom, tudnak-e ma már az emberek, Ladányi Kemény Gyuri, vagy Kemény Laci bácsi, a Nemzeti Színházi nagyszerű jellemszínészem, Bálint Gyuri, aztán a Madásban találkoztam vele, mint öreg színész játszott velünk. Hogyne, hogyne, hogyne. Váradi Aranka, Nagy Adórián, mindenek előtt, Dóri bácsi, a kiváló beszédpedagógus, beszédtanár. De hát a legmélyebb nyomot azonban nem ezek a színész tanárok, akik példaképei lehetnek bármelyik színésznek, hanem a drága Géza bácsi, a Hegedűs Géza tanár úr, akivel olyan szerencsés alkalmam volt nemrég találkozni, eljött a Mikroszkóp Színházba megnézni a volt növendékének a kabaré estjét. Nagyon büszke vagyok, jól érezte magát, és hosszan elbeszélgettünk a régi időkről. Hát neki köszönhetem a legtöbbet. És ma is élő valóság az ő személye és tanítása számomra. Ha Hegedűs Géza bácsinál tartunk, nekem speciál nagyon hiányzik a képernyőről, mert valahogy úgy tudta tanítani a nézőket is, sztorizva mindenről, valami olyan kifogyhatatlan optimizmussal. Minap is volt egy hosszú órás műsor, előadást tartotta dán és norvég irodalomról és környékéről pár nappal ezelőtt, szóval lehet őt így látni. Majd 88-ban, hogy ugorjunk egy picit, ön átigazolt idézőjelbe a Mikroszkóp színpadra. Igen. Ez a műfaj
közelebb áll önhöz a kabaré, a politikai kabaré? Kérem, gondolkoztam én is már ezen sokat. Tulajdonképpen azt kell mondanom, minden fellegzőség nélkül, mert nem a világom, hogy tulajdonképpen semmi se változott. Én ugyanazt csinálom, amit a Madár Színházban csináltam. Ez bizonyára meglepő kijelentés, de én a színészetet, a színművészeti tevékenységet pontosan ugyanúgy gondoltam el a Madár Színházban, a Kőszínházban, a klasszikus Shakespeare szerepekben is, mint itt ebben a kis kócerájban, ahol 180-200 főnyi néző seregül ilyen közel hozzám. Sokkal nehezebb itt játszani, megjegyzem, mint a Madár Színházban. Mert a szájában van a néző. Ott vannak közel. De nem ez, szóval ez nem volna a baj, hogy közel vannak, hanem nem lehet a nézők feje fölött úgy a világba átbeszélni, úgy a világba átélni olyan nagy fenkölt gondolatokat. Aztán vagy megértik, vagy nem, vagy alszanak-e közben, vagy nem. Hanem itt minden egyes szó oda belemegy az embereknek a szívébe, a szemébe, a fülébe, az agyába. És onnan visszajön, és akkor, mint a denevér, tudod, ez a radar fülével, azt vissza lehet hallani, hogy megérthették-e, amit én mostan mondtam. És közben lehet szépen korrigálni. Ugyanazt csinálom, mint a Madár Színházban, Shakespeare, vagy Molière, vagy Csehov szerepeimben. Annyi a differencia talán, hogy itt nagyon sok szerepet ön saját maga ír, saját magára. Igen. Hát a további differencia, hogy itt jobban fizetnek, mint a klasszikus szép kőszínházban. Persze, persze, igen, a Sas Jóska, a drága, okos ember, az rájött, hogy én meg tudom írni magamnak azokat az előadói számokat, amiket esténként produkálok. És hát ez már nekem egy szabadalmam, hogyha van egy műsor, akkor azt mondja, hogy légy szíves egy ilyen 10-15 percig, vagy valamennyi időtartamot, kitöltő számot írjál, és légy szíves, add elő. És én azt mondom, kérlek szépen, és akkor megcsináljuk. De az önálló este az nem 15 perc. Igen, hát az egy két és fél órás dolog. Hát ezt is én írtam részben új, részben korábbi ilyen anyagokból összegyűjtve. De hát ez nem az első eset, mert a Radnóti Színházban, a Keresem itt idejében, annak idején volt egy ilyen műsorom, ami a szerepemből kimaradt, avagy Körmend János pipacskodásai címmel. Ott is ilyen paródiák, persziflások, szatírák mentek a Radnóti Színház akkori kiváló gárdájával. De hogy folytassam az ön arszpoétikáját, mert nem tudom másképp ezt megfogalmazni. Hát ön igen jó tollú író is. Nem is egy könyve jelent meg. Igen, három. Most írom a negyediket, vagy a hatodikat, már nem is tudom, mert ilyen kupac van ilyen írásokból, csak nem fogok házalni holmi kiadóknál, hogy sajnáljanak meg, és tartsák a műveimet örökbecsűnek, és adják ki, fütyülök rá. Ezek melléktermékei a színészi tevékenységemnek. Voltak azért kiruccanások, operett színház, sőt a Magyar Állami Operaház is. Jelenleg is, kérem tisztelettel, jelentem, büszkén, hogy a Három a Kislány című remek operában, vagy nagy operetben, vagy kis operetben. Azt hiszem Novotny. Novotny, mint hülye titkos rendőr, kérlek szépen. De korábban két éve, vagy három, már nem tudom, az évek úgy röpködnek ám, vagy 20, nem tudom. A Orfeusz a pokolban, mint Stix Jankó, hasonlóan nem Móka Muki szerepeltem. Operetben igen, mint Miska Pincér, a Csárdás királynő. Hát persze, nagyon örülök, ezek színes, jó, érdekes dolgok. Én egy dolgot hiányolok, bár lehet, hogy nincs igazam, cáfoljon meg. Én azért el tudnám önt képzelni, mint Frost is, igencsak. Én is el tudom magamat képzelni, abban a pillanatban, amikor mondja az operaház, vagy az operettszínház, vagy a, mit tudom, a nyilvános illemhely, hogy játszam el a Frost, akkor pattanok oda, és kitalálom, és eljátszom. Talán nem cáfolom meg, dehogy cáfolom. Nem köztudott önről, de én azon büszke tulajdonosok közé tartozik, aki az ön keze munkáját is őrizheti otthon. Példának okáért egy kameratokon van. Igen. Egy tévékameratokon, ja, ha, amit ön saját kezüleg készített. Önről köztudott, hogy polihisztor, borzasztó jó keze van, kézügyes.
Igen, ez nagyon jó dolog, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon hasznos tulajdonság, mert a lakásomban a villanyt épp úgy beszerelem, mint ahogy megtalpalom a feleségem kiluk a cipőtalpát. Bármit, ami manualiter elintézhető, azt én meg tudom csinálni. Bútort is. Hogyne, berendeztem, a Leányfalun van egy kis faházam, azt bebútoroztam gyönyörűen, csiszolt gyönyörű svéd típusú fenyőfa bútorokkal. Mindent meg tudok csinálni. Én ugyanis, de nem ebből kifolyólok, hanem a derék sváb kézműves őseimtől, akiknek a tehetségét, manualitását örököltem. Optikai műszerész voltam a 4 polgári után, akkor voltam 14 éves és 17 éves koromig, azaz tehát 3 évig tanultam azt a mesterséget, megvan a segédlevelem, a fölszabadult segéd vagyok e tekintetben, de hát aztán abba hagytam, hogy jött a színészet, és akkor már nem lehetett a műszerekkel bíbelődni, de a lakásom az egy műszerész laboratórium, és egy asztalos és egy lakatos műhely, és egy cipész műhely együtt. De ugyanakkor én úgy tudom, hogy önt igazán lekötik a videóval kapcsolatos dolgok, szívesen videózik, vág, hát, mindent, ami ezzel kapcsolatos. Sőt, fotografáltam erőteljesen, és laboráltam a fürdőszobában, nem lehet ez sose bejönni, mert éppen mindig hívtam elő, és fényképeket nagyítottam. Báb filmecskéket is fabrikáltam, szóval hát amit csak az eszembe jutott, amit csak megláttam, azt mindjárt megpróbáltam én magam is megcsinálni. Az ambicionált, hogy meg tudom én is csinálni, ha ez meg tudja. És ez vonatkozik a kompjúterre is ezek szerint. Ó, hogyne, kompjúter, hát mostan ki is egészült egy remek szkennerrel a kompjúter felszerelésem is. Reggeltől estig képeket teszek a kompjúterbe, és kinagyítom, és azzal bíbelődök. Hazudtoljon meg engem, ha nem igaz, nekem egy kedves, közös barátunk, nem mondom meg a nevét, Heller Tomi, súgta meg, hogy ugyan egy igen fegyelmezett, precíz ember, de ha viszont jó ételhez jut, jó, finom, akkor bizony elcsábul. Jaj, Istenem, olyan szomorú dolog ez, cukorbetegségből kifolyólag, tudja, nem lehet ennem semmit. Gyakorlatilag semmit, ez nagyon érdekes dolog, és ez az én műfajomhoz illik, mert amit a cukorbajom miatt tehetnék, nem is, azt a vesém miatt nem ehetem. Amit a vesém miatt tehetnék, az stb. Szóval gyakorlatilag mondjuk egy hatfogásos ebédből, ha mindent kivonok, akkor csak 3 szem köménymagot ehetek le a pogácsáról. Slussz, a többit nem. Tehát néha félre eszek azért. Mesélte nekem, hogy egy hakniban előfordul, hogy ugyanúgy fogyókúrázik, és bizony ön viszi a bűnbe. Hát egymást visszük a bűnbe, ne kenje rám a Tamás, mert amikor ő mondja, hogy itt lehet jó libatöpörtyűt kapni, vagy kecskeméten egy isteni marha pörköltet, ilyen kupac galuskával, ezt ő tudta, ezt is. Csak rám kenni most, hogy nehogy ő kapjon ki otthon. A Tomi az egy tünemény, az egy nagyon drága ember, jó barátomnak tartom, remélem ő is elfogad engem, mert nagyszerű professzionista, örülök, hogy vele együtt dolgozom. Feltetek egy kérdést? Parancsol. Kielégíti önt a mikroszkóp színpad? Tökéletesen. Tökéletesen. Emberekhez tudok szólni, saját gondolataimat tudom kifejezni, és minden másodpercben, hát aztán tudod, de mondjuk minden 10 másodpercben fölhangzó kacagás, vagy éppen taps igazolja, hogy jó, jó helyen járok. Én azért bátorkodtam volt ezt megkérdezni, mert olyan szerteágazó az ön művészete, végigolvasni is nehéz volt, sok volt, hogy hány klasszikus szerepet játszott el életében. Igen. És filmekben, tévéfilmekben maradandót alkotott. Ezért vagyok én ezzel úgy, hogy annélkül, hogy lekicsinyíteném a mikroszkóp színpadot, hogy ez a karakter, mint olyan, hogy ez kielégíti egy ilyen volumenű művészt, mint ön?
tökéletesen kielégít, de azt is meg kell mondanom, hogy közben, hogy ez a sok mindent, amit a kedves volt édes Péter felsorolni, ez 50 év alatt történt. Azaz, most már 70 éves leszek, 5 perc múlva. Már azért az embernek nem olyan nagyon szerte ágazóak az ambíciói. Hogy bizonyos redukcióról van itt már szó természetesen, mert hogyha adnának egy 50-60-100 oldalas szerepet, hogy azt játszam el. Régebben is azt tettem, de most különösen vakargatnám a fejemet, és próbálnám keresni a kibúvót, hogy ne kelljen magolnom ezt a sok marhaságot, és hallgatni a rendezőknek azt a sok-sok-sok butaságát, amit zavarukban összehordanak a darabról. Én azt kívánom önnek, így a műsor végén, hogyha nem 100-120 oldalas szerepekkel teli, de azért ilyen ön által írt, és önnek írt jó darabokat, 20-30-50 oldalast, bis unter uns 20, 120 évig legyen közöttünk, és boldogítson minket, és nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, Péter, és én is gratulálni akarok viszondozni a jóságát. Minap láttam egy ökölvívó mérkőzést, a kitűnő játékvezető vagy bíróként működött, nagy tapintattal, gyöngétséggel, látszott minden rebbenésén mozdulatán, hogy vigyázz a sportszerűségre és a sportolók testi épségére. Erről szól az élet. Köszönöm szépen.